Édesanyám sátoraljai újhelyi születésű, édesapám sárospataki, én pedig Tokajban nevelkedtem fel. Tehát valójában az egész felnőtté válásomat meghatározta ez a térség. A nyaraimat Sárospatakon töltöttem a nagyszüleimnél, egyébként pedig Tokajban voltunk folyamatosan. A szüleim pedagógusok itt Tokajban, és jó magam is pedagógus pályára készültem annak idején. Gyakorlatilag a család az mindig ilyen természetközeli életet élt. Egyrészt természetközelinek minősítem azt, hogy mindig volt szőlőnk, tehát édesapám nagyon erősen kötődött a földhöz és a szőlőhöz. A borvidék különböző területein béreltünk szőlőket, Sárosadányban, Tokajban, vagy akár Bodrogkeresztúrban. Nyilván ezt fel lehet fogni kirándulásként is, de annak idején ez inkább egyfajta kötelezettség volt. De ha kirándulásokról volt szó, akkor az Aranyosi Völgy, ugye itt az Emplénben, ez telente, oda jártunk szánkózni. De a Tokaji Kopaszhegy az szinte folyamatosan lehetőséget biztosította arra, hogy itt túrázgassunk, akár családdal, akár baráti társaságokkal. Valamikor a gimnazista éveim vége felé tudatosodott bennem az, hogy szeretnék ilyen kis kultúra környékén mozgó, nyüzsgő ember lenni. Nyilván ebben szerepet játszott az is, hogy az iskolai közéletben elég aktív szerepet vállaltam, a különböző rendezvények, bulik kapcsán szívesen sűrögtem, forogtam, és hát a pályaválasztásom során ez a művelődés szervező szak volt az egyik pár, a másik pedig a történelem, és hát úgy alakult az életben, hogy itt Tokajban megüresedett egy ilyen álláshely. Felhívtak telefonon az itt élők, nem is a szüleim, hanem az egyik ismerősünk, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy kijönnék el dolgozni az utolsó évről az iskolából, és hát akkor megragadtam ezt a lehetőséget, és itt találkoztam a Tokaji Művelődési Háznak, az akkor, ugye ez 1991-92 környékén volt, meglehetősen elszomorító állapotával, de azért én már akkor láttam a fantáziát a városban, és azt, hogy innen szép győzni. És hát egy közel 25 éves szakmai kapcsolat kezdődött el, vagy egy szakmai életút itt Tokajban. A legnagyobb attrakció, a legnagyobb fejlesztés az a Fesztiválkatlan néven híressé vált helyszín, ami ugye egy egykori kőbányában kialakított 2500 főrőjes szabadtéri színház volt. Volt szerencsém annak a megszületése körül bábáskodni, és egy ideig vezettem is ezt a létesítményt. Tokajnak nagyon érdekes viszonya van Nyíregyházával, hiszen 25 kilométerre van a várostól Nyíregyháza, és Tokajban mindez megtalálható, ami Nyíregyházán nincs meg. Tehát a hegy, a folyó, a bor, a szőlő, és bizony a rövid kirándulásokat tevők nagy része az megérzésem szerint az alföldi régióból érkezik, a hosszabb hétvégi kiruccanásokra pedig Közép-Magyarországról, illetve hát az északi, illetve a keleti szomszédainkból jönnek sokan ide. A tokaji borvidék nagyon speciális, hiszen nagyon kevés olyan borvidék van az országban, ami ennyi településből áll, hiszen Tokaj hegye 27 település. A Villány, vagy Eger, vagy a Soproni borvidék az mind jobban koncentráltabban, kisebb területen osztódik meg. Éppen ezért egyfajta széttagoltság jellemző a borvidékre. Nagyon sokféle érdek jelenik meg, sokféle elképzelés a borok jövőjét illetően, és ugye itt is, mint mindenütt a titok szerintem az összefogásban, illetve az egységben van, hiszen hogyha kijelölnek a borászatok egy közös irányt, amely mellett többen elköteleződnek, azt nem lehet elvárni, hogy mindenki ugyanazt az irányt kövesse, akkor sikert lehet elérni. Ezt települési szinteken tapasztalhatjuk, hogy egy-egy településeknek a borászai összeállnak, összezárnak, ugye klasszikus a Mádi kör, de például egy Tokajban is van egy Tokaji Borászok Asztaltársasága nevű borászcsapat, akik közösen képviselik az érdekeiket, ajánlják egymást, felhívják a figyelmét a fogyasztóknak arra, hogy látogassanak el a másik pincészetben is. És például, ami példaértékű lehet számunkra, én azt gondolom az Ruszt, ami ugye nem Magyarországon van, de valamikor a Magyar Királyság része volt ez a település. De Villányból is nagyon sok mindent el lehet csinálni, nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de mindig az adott geopolitikai környezet is meghatározó, hiszen Ruszthoz közel van Bécs, 80-90 kilométer, Magyarország keleti végében helyezkedik el ez a borvidék, nyilván ezeket az adottságainkat figyelembe kell venni.
nekem az életem egyik meghatározó élménye volt 2002-ben, akkor éppen a születinapokat szerveztem, és akkor hirdették itt ki épp 20 éve Tokajban, hogy Tokaj hegyei a világörökség része lett, és akkor lejött az UNESCO-nak az egyik magasrangú tisztviselője, és itt a színpadon mutatta fel ezt az oklevelet az itt lévő ünneplő közösségnek. Hát ebben az évben szeretnénk ezt mi méltó módon megünnepelni. Ez egy nagy kihívás, és itt is azt mondom, hogy a fejlesztések során folyamatosan arra kell törekednünk, hogy ezeket a világörökségi értékeket tekintettel legyünk. Nekem az egy fontos szempont, hogy minél kisebb beavatkozást tegyünk a természet és épített környezetben. A most zajló fejlesztéseink nagy része is arra irányul, hogy lepusztult állagú, értékes épületeket mentsük meg és állítsunk a turizmus, illetve az emberek szolgálatában. Most is például középkori templomokat újítunk fel, vagy lerobbant utcai homlokzatokat teszünk rendbe, mert én azt gondolom, hogy ennek a tájnak, illetve ennek a térségnek a fő vonzereje a viszonylagos érintetlen természeti környezet és az a több évszázados építészeti kultúra, amely itt hagyta a nyomát a borvidéken. A turisztikai ügynökséggel valójában a kapcsolatunk teljesen arra az időszakot tehetünk, amikor megszületett az MTÜ, hiszen valamikor 2015-16 környékén kezdett el az MTÜ is aktívan tevékenykedni a térségben, és már most zajló építkezések fő irányainak meghatározásában már az MTÜ-vel közösen indultunk, tehát az úgynevezett projektgenerálási időszakban a turisztikai ügynökség szakértőinek véleményét folyamatosan kikértük, és jelenleg is több olyan fejlesztésünk van, ahol konzorciumi partnerként együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Gyakorlatilag 2020-ban megfogalmazódott egy új térség lehatárolás, az a Tokaj-Zemplén térsége. Ugye a mi munkaszervezetünk élén a Váberer György kormánybiztos úr áll, és ő hozta be ezt az elképzelést, hogy Tokaj hegyalját, mint borvidéket egészítsük ki a zempléni térséggel, hiszen látszik az a tendencia, hogy az aktív turizmus iránt növekszik az érdeklődés. Ugye Tokaj hegyalja a gasztronómiában, borászatban nagyon erős, természeti környezet is gyönyörű, de ugye itt van az észak-kelet-magyarországi régióban Füzér, Regéc, Boldogkővárja, ezek a várak, a gyönyörű zempléni tájegység, és valójában kidolgoztunk egy térségfejlesztési programot, amely közel 150 milliárd forintot fordít ennek a térségnek a fejlesztésére. Az a cél ennek az egésznek, hogy váljon ez a Tokaj-Zemplén térség az ország harmadik legvonzóbb turisztikai régiójává. Ennek érdekében az egyik legnagyobb fejlesztés, ami most dolgozunk, az a körpanoráma kerékpárút kialakítása, egy 150 kilométeres egész Zemplént és Tokaj hegyeit magába foglaló kerékpáros körutat tervezünk. Látszik, hogy a kerékpáros turizmus szempontjában nagyon vonzóak ezek a kerékpáros körök, ugye tekerjük körbe a Balatont, a Tiszatavat, meg azt gondoljuk, hogy csináljuk meg ennek a példáját itt Tokaj hegyeján, illetve a Zemplénben, tekerjük körbe a Zemplént. Ennek a kerékpárút építésnek most a tervezési fázisában vagyunk, és reményeink szerint az év végén elindulhat a kivitelezési szakasz is, és ezáltal a kerékpáros turizmust hozzá tudjuk csatolni a víziturizmushoz is, hiszen Tokaj és a borvidék nagyon gazdag víziturizmus lehetőségeit tekintve, gondolok itt a lakóhajó programokra, de hogyha egy nyári hónapban lejön valaki ide a borvidék, akkor rengeteg csónakot, motorcsónakot, kisebb lakóhajót talál már a vizeken, úgyhogy ez egy nagyon intenzív, izgalmas lehetőség a borvidék számára.